Hát az esztétikát most egy kicsikét tegyük félre, és tényleg most az inkább az egészségügyi részéről beszélgessünk. Dr. Ratka Imola szemész szakorvos a vendégem. Hallottuk, hogy számtalan fajtája van a kontaktlencsének. Én a használó. Honnan tudom, hogy melyik a megfelelő nekem? Hát gyakorlatilag azért ebbe segít a szemész szakorvos, olyan szempontból, hogy hány évesen. Már 14 éves kortól lehet kontaktlencsét viselni. Vannak olyan anizometró páciensek, akiknél, hogyha a szülő besegít, ez annyit jelent, hogy több mint 3 dioptria van a két szem között, és hogy ne legyen tompalátó valakinek a szeme, akkor esetlegesen meg lehet már korábban is próbálkozni. Nálunk általában azért inkább 14 éves kortól egyre elterjedtebb. Van, aki hiúsági okból kifolyólag, van, aki nagyobb fokú rövidlátó, vagy nagyobb pluszos korrekcióval. Először mindenképpen a hidrogénlencséket, tehát a havi lencséket szoktuk ajánlani a fiataloknak, míg megszokják gyakorlatilag egy picit, azért főleg ugye sportnál használják, később akár 10-14 órát is lehet használni, de ebben nem szerencsés aludni, tehát ezt naponta ki kell venni. A későbbiek során, vagy aki esetlegesen allergiás, vagy kicsit kellemesebb viselet, vagy még kevésbé, ezek a szilikon lencsék, amelyeket gyakorlatilag napi eldobható lencsék, de vannak, amint szó esett róla, a szilikon hidrogén lencsék, ami a kettőt ötvözi, tehát akár 2 hétig is bent lehet. Ha már említettél az allergiát, milyen egyéb problémák merülhetnek fel kontaktlencse viselésekor? Ha valaki nagyon sokáig visel kontaktlencsét, ugye azért itt mégis a levegőből, meg a könyvfilmből veszi a tápanyagát, az oxigént föl a kornea, az a ruhátja, és hogyha rajta van egy bizonyos anyag, akkor ez egy picit lassul. Ezek már nagyon jó oxigén permeábilisek, tehát átengedik az oxigén, de hosszantartó viselése nem csak hogy allergizálhat, hanem esetlegesen csökkenti az oxigén felvevést, és ezért a limbusnál ereződhet. Éjszaka miért nem szabad viselni, vagy miért nem ajánlott? Vannak olyan típusúak, tehát a szilikon hidrogén kontaktlencsék, azok akár 2 hétig is benne lehetnek, tehát ezeket már lehet viselni, de azért a higiéniás dolgoknak megfelelően, meg a fiatal a pácienseknek jobban szeretjük vagy az eldobható napi lencsét, vagy a havi lencséket. Tehát mégiscsak egy idegen test a szemben éjszaka sem kell kivenni, még azt is, amit ajánlanak esetleg? Tehát az nem egészséges? Hát ez benne lehet, én nem szeretem annyira, ez nyilván speciális dolog, de ha véletlenül valaki elalszik ebben a lencsében, nem okoz problémát, míg a másiknál azért nem túl szerencsés. Mitől lehetnek az emberi tényezők függvényében különbségek annak tekintetében, hogy valakinél valaki nagyon hamar megszokja, van, akinél hosszú hetekig szúr, kellemetlen, fáj, aztán vagy visszatér a szemüveghez, vagy más egyéb kiutat keres. Ezek a lágy lencsék, ezekhez a hozzászokás már általában, ha valaki nem idegenkedik, mert van, aki borzasztóan idegenkedik, hogy hozzányúl a szeméhez. Tehát már ez is gondot jelenthet, tehát mondta, hogy van olyan, aki mondja, hogy őt nem, tehát ő nem tudja megszokni, aha, nem tudja megszokni, és nem is akar semmit a szemében. Ha valakinek hajlama van rá, hogy szeretné, akkor viszont nagyon gyorsan megszokja, és nagyon szeretik. Tehát gyakorlatilag nagyon kényelmes viselet, nem korlátozza se sportnál, se a mindennapi életben, tehát nagyon gyorsan hozzászokható. Vannak a félkemény lencsék is, meg a tórikus lencsék, amikről szó esett, vagy esetleg öregszeműeknél akár a multifokális, vagy bifokális kontaktlencsék, tehát egy nagyon kényelmes életmódot biztosít. A szemészorvos mit ajánl azoknak, akiknél mondjuk első esetben kell vagy szemüveget, vagy kontaktlencsét használni? Tehát melyiket preferálják jobban? Vagy ez változó? Hogy a szemüveget, vagy a kontaktlencsét? Igen, igen. Hát attól függ, hogy hány éves korban. Mert ha egy kisgyereknek már 3 éves kortól szüksége van szemüvegviselésre, akkor nyilván nem a kontaktlencsét fogjuk mondani. De a legfontosabb egy személy szempontjából, hogy jól korrigált látása legyen a páciensnek. Tehát ha valaki már 13-14 éves is egyáltalán sajnos nem szeretne szemüveget viselni, és nehéz meggyőzni, hogy azért az a fontos, hogy jól lásson, ha csak segédeszközzel is, akkor a kontaktlencsét. Tehát az a fontos, hogy jól lásson. Van-e a kontaktlencse hordásának ideje, tehát hogy meddig lehet, hány hónapig, évig kell pihenőt tartani, szüneteltetni? Mindenképpen azt szoktuk kérni, hogy ha még a havi lencsékkel is kezdenek, és ugye egy dobozban az a legkedvezményesebb, hogyha egy fél éves adag van, hogy fél évente keressék föl az ortoptikust, a szemészorvost, és meg kell nézni, hogy mennyire ereződik réslámpával a szaruhártya, illetve hát figyelni kell rá, nehogy bármilyen gyulladás álljon föl. Van, aki egy 10-15 évig is tud kontaktlencsét viselni, de előfordul az is, hogy mondjuk egy 5-6 év után egyik lencsét nem bírja, váltunk a másikra, és gyakorlatilag intoleráns lesz, tehát nem tud tovább viselni kontaktlencsét. A,
aki sem ezt, sem azt, tehát sem a szemüveget, sem a kontaktlencsét nem szeretné használni, annak milyen egyéb látásjavító, korrekciós lehetőségei vannak? Hát vannak a lézeres látásjavító műtétek, itt vannak a felszínes excimer lézeres kezelések, illetve a lebeny technikával járó lézik típusú műtétek, amelynél az egyik legmodernebb típusú az intralézik technika. A kontaktlencsében minden látásromlás javítható? Hát gyakorlatilag korrigálható a rövid látás, korrigálható az úgynevezett asztigmia, itt beszéltünk a tórikus kontaktlencsékről, a túllátást, tehát a pluszosokat is lehet korrigálni, illetve most már egyre elterjedtebb a multifokális kontaktlencse is, amikor még az öreg szeműséget is, tehát a távol és közeli látást is lehet korrigálni, ez mind kontaktlencsében, mind multifokális szemüvegben, ott egy picit a mélységélesség gondot jelenthet, illetve a lézeres látásjavító műtétekkel is már mód van erre, hogy korrigáljuk. Mi a legkorábbi és mi a legkésőbbi időpont, amikor már vagy amikor még ajánlható kontaktlencse viselése? Hát nálunk általában a 14 éves kor előtt nem túl szívesen írunk föl kontaktlencsét, előfordulhat, de inkább olyan 14 éves kor. Hát a későbbiekben általában van, aki 60 éves korig visel, tehát azért ez olyan, hogy ha szereti, hozzá van szokva és jól tolerálja, akkor lehet viselni 60-65 évesen is, tehát nincs olyan jellegű korhatár. Köszönöm szépen, de egy néző szeretne öntől kérdezni, doktornő, úgyhogy hallgassuk meg őt is. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Parancsoljon, hallgatjuk Önt! Halló? Halló, jó napot kívánok! Tessék nyugodtan kérdezni a doktornőtől! Ja, mert látom, hogy még beszélnek, de lehalkítottam a készüléket, mondtam. Nagyon jól tette, köszönöm szépen, mondhatja a kérdését! Jó napot kívánok! Azt szeretném megkérdezni, én 64 éves vagyok, és mondták, hogy fürkehályog van a szememen, és meg szeretném kérdezni, hogy meg lehet már műteni, amikor már megállapítják, vagy pedig meg kell várni teljesen, hogy beérjen, mert valami ilyesmit mondott nekem a doktornő. Nem szoktuk már megvárni, hogy teljesen megérjen a szürkehályog. Itt az a kérdés, hogy mennyire zavarja a látásában. Tehát nyilván, ha volt valakinek egy 90-100%-os látása, már lehet, hogy gondot jelent egy 70-80%-os, tehát hogyha egy 20-30%-ot csökkent a látás, tehát nyilvánvalóan ezt a szemorvosával kell megkonzultálni, illetve hogy is ön érzi, hogy a mindennapokban mennyire zavarja be, de ma már az új ultrahangos lézeres látástechnikákkal annál jobb, minél kevésbé megérett a lencse, tehát hamarabb szoktunk operálni. Köszönjük szépen a kedves nézőnek a kérdést, a doktornőnek pedig a válasz, de még nem menjen messzire, kérem fáradjon a telefonhoz, hiszen többen is szeretnének Öntől kérdezni. Ratka Imola személy szakorvos ült vissza ide kis stúdiónkba. Milyen kérdéseket intéztek a néző kontaktlencsével kapcsolatban? Nagyon sok kérdés volt, érdekes módon érdeklődnének az idősebb korosztály is, tehát 60 fölött is érdekelné esetleg a multifokális kontaktlencse, vagy csak sporthoz, fotballozáshoz a kontaktlencse a pácienseket. Volt olyan, aki megkérdezte, hogy ha már nem bírja viselni az unokája, mikor alkalmas, mikor lehet esetleg a lézeres látásjavító műtéteket használni. Voltak szürkehályogos kérdések is, felszíni egyenetlenséggel kapcsolatosak, kontaktlencse komplikációban. Ők nem hordhatnak? Van olyan, akinek hát pontosan nem tudta a páciens, valószínűleg egy nagyobb asztigmiája lehet, ami esetlegesen korrigálható kontaktlencsével, ha nem bírja közben szemüveggel, de hát azért így pontosan válaszolni csak úgy lehet, hogyha az ember megvizsgálja. Hát volt olyan, akinél sajnos akár vakság is föllépett, nem a kontaktlencse viselés miatt, hanem esetlegesen milyen lehetőségek vannak erre, de főleg sporthoz és a multifokális kontaktlencsékkel érdeklődtek. Kontaktlencsét tudom, hogy többféle létezik. Igen. Meddig ajánlott viselni? Tehát egy konta milyen gyakran kell cserélni? Hát attól függ, ugye van a havi lencse, amit igen, egy hónapig, na most egy-két napra hordás az nem gond, de gyakorlatilag azért nem lehet több hónapig viselni egyet. A másik, a napi lencsét, az pedig egy nap után el kell dobni. Mert azért olyan, ezeknél a szilikonlencseknél ugye olyan jellegű fölrakódások vannak, ami tehát arra szolgál, de például a sporthoz nagyon jó. Tehát, hogyha valaki nem akar állandóan csak sporthoz viselni, és netán pluszos és multifokális szemüveget visel, és hogy azért esetleg tenisznél vagy focinál jól lássa a pályát, azért ezek nagyon jó. Köszönjük szépen a hasznos tanácsokat. Köszönöm, doktornő.